fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, rokkantak helyzete Magyarországon, hogy egy ilyen témában összehívva sajtótájékoztatóra viszonylag ilyen szerény az érdeklődés. Természetesen ez nem vonatkozik az itt jelenlévő újságírókra, és megköszönjük, hogy eljöttek ma, és meghallgatják azokat a problémákat, amiért összehívva a sajtótájékoztatóra. Gyakorlatilag a kanosza járása a rokkantaknak, fogyatékossággal élőknek és a megváltozott munkaképességűeknek a Szél Kálmán terv bejelentésekor kezdődött, hiszen a Szél Kálmán tervből egyértelműen kiderült, hogy pénzügyi megfontolásból és takarékossági intézkedésekre hivatkozva hozni ma Magyarországon a rokkantakat és a fogyatékossággal élőket, amely teljesen nélkülözi a társadalmi szolidaritást, az emberekkel való emberséges bánásmódot és azt a fajta ellátási rendszer teljes mértékben érinteni fogja, amely ezen hátrányos helyzetű embereket érintette. Megkezdődött 200 ezer embert köteleztek felülvizsgálatra. A 200 ezer emberből ez év, illetve a tavalyi év során több mint 41 ezer felülvizsgálatra került sor, és a statisztikai számok azt mutatják, hogy ezek közül közelíti a 20 ezeret, ez attól függ, hogy milyen számokat nézünk, de minden esetre közel a felét kötelezik arra, hogy gyakorlatilag ezen a rehabilitációs folyamaton menjünk keresztül. És hogyha eljutunk a 200 ezeres számig, akkor ez 200 ezer embert érint, ami azt jelenti, hogy 2014 év végéig vagy teljesen elveszítik az ellátásukat, vagy jelentősen csökken az az ellátás, amit az ország biztosított számukra, és vissza kell kerülnünk a munkaerőpiacra. Arra a munkaerőpiacra, amely ma egyébként a teljesen egészséges emberek nagy részének sem munka lehetőséget biztosítani, semmiféle kilátásuk nincs, gyakorlatilag megszüntették azt a fajta támogatást, hosszú távú támogatást, ami segítette őket a munkaerőpiacról visszakerülésben. Ez a sokszorosan hátrányos társadalmi réteget érintő kérdésben pedig ez különösen égető kérdés, ráadásul a jelentős részük, körül közel 60%-uk él olyan térségben a ma megváltozott munkaképességűeknek és fogyatékossággal élőknek, amely egyébként is hátrányos munkaerőpiaci helyzetből, az a dél-magyarországi régió, illetve a keleti régióban és az északi részben. Tehát eleve egy olyan versenyhelyzetben, ahol előnytelen pozícióból indulnak, gyakorlatilag nagyon kicsi az esélyük arra, hogy bárki munkát tudna találni. Tulajdonképpen egy modern targetoszt hozott létre a kormány azzal az intézkedéssel, amit a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban meghoztak. Az érdekesség az egyébként, hogy önmagában a nagy probléma, hogy a rendszerváltás óta a fogyatékossággal élő kérdését, a szociális kérdésként kezelték a különböző kormányok, miközben ezt önmagában nem lehet szociális kérdésként kezelni. Az a változás, hogy a Fidesz kormány már szociálpolitikai kérdésként sem kezeli a fogyatékossággal élőket, hanem azt mondja, hogy hát ezt oldják meg maguk az emberek. Miközben ahhoz, hogy ez hosszú távon megoldást jelentsen, ez egy komplex politikai kérdésként kell kezelni. Ez ugyanúgy érinti az ő helyzetet, a foglalkoztatáspolitikát, a foglalkoztatáspolitikát, az egészségügyi politikát, és nem csak a szociálpolitikát. Tehát mi arra készülünk, és azt szeretnénk elérni, és azért hoztuk létre a Szolidaritás Mozgalom Szolifét tagozatát, amelyben a Móni részletesebben fog beszélni, és nyilván lesz lehetőségük arra, hogy az itt lévő barátainkkal, sorstársainkkal beszélgessünk a saját helyzetükre és sorsukról. De hogy alapvetően azt szeretnénk elérni, maga a Szolidaritás Mozgalom is, hogy ez nem egyszeri kérdés, és nem segélyre van szüksége az embereknek, hanem olyan életlehetőségre és olyan életmód kialakítására, amelyben akik tudnak, azok tevékenyen és cselekvően részt vehessenek, adott esetben tényleg munkát végezhessenek, de olyan munkát, amiben segítik az ő beilleszkedésüket. És hát ezt kisgyerekkortól kezdve és az oktatásban el kell kezdeni, más egészségpolitikát kell folytatni, és hát nagyon fontos az, hogy olyan képzéseket, átképzéseket tudjanak nyújtani a megváltozott munkaképességűek számára, ami lehetőséget biztosít számukra, hogy valóban el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, mert jelen helyzetben azt lehet látni, hogy valaki mondjuk elvégzett egy szakmát,
és azt a szakmát egészségesen, abban a szakmában tudott egészségesen dolgozni, majd valamilyen betegség folytán megváltozott a munkaképessége, rokkanttá vált, mozgáskorlátozottá vált, és nyilván ugyanazt a szakmát nem biztos, hogy el tudja végezni azzal az egészségi állapottal. Tehát itt elsősorban például átképzésekben kellene segíteni az államnak, és olyan munkahely lehetőségeket biztosítani, ahol a megváltozott munkaképességűek tudnak ebben tevékenykedni. A Solifét tagozat ilyen célokat tűzött ki magának, hosszabban is tud beszélni. Szeretném elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy itt a Szolidaritás Mozgalom is, amelyik stratégiai szövetségese az Együtt 2014 pártnak, és az Együtt 2014 PM párt szövetségnek. Arra készülünk, hogyha itt kormányváltásra kerülsen, akkor egy teljesen más filozófiában megvalósuló politikát szeretnénk folytatni. Mozgáskorlátozottakkal, fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban, és azt tudom elmondani, hogy körülbelül most érünk végére annak a szociálpolitikai programnak a kidolgozásában, amely eléggé súlyozottan és odafigyelve próbálja megoldani az érintett embereknek a helyzetét, és pár héten belül elkezdjük azt a társadalmi párbeszédet ezzel a program tervezettel kapcsolatban, amit az érintett érdekképviseleti szervezetekkel szeretnénk lefolytatni, és magukkal az érintettekkel a programtervezettel kapcsolatban, hiszen mi azt szeretnénk, hogyha velük egyetértésben és az ő véleményüket kikérve véglegesítenénk ezt a programot.